Tisztelte, köszöntöm Önöket! Olyan vendéget hívtunk a mai húzósba, aki az Önöknek is jó ismerőse különböző tévéműsorokból, rádiófelvételekből, és hát a napi politikai gyakorlatból is, hiszen szakértőként is gyakran hallatja a hangját. Ez mindjárt ki is derül majd a névjegyből, amit készítettünk. Amiről pedig beszélni fogunk, azok a mi hétköznapjaink, azok pedig eléggé izgalmasan alakultak, már hogyha a politikai hétköznapokról beszélünk, és erről lesz majd szó. Ligeti Miklós, jogász. Korábban az Országos Kriminológiai Intézetben, majd az Igazságügyi Minisztériumban, később a Belügyminisztériumban dolgozott. 2012 óta a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Részt vesz az Integritáshatóság Hatóság munkacsoportjában, a Transparency International képviseletében és a sajtóban is rendszeresen képviseli a szervezetet. Ligeti Miklós, tehát szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm az összes nézőt, hallgatót. Ugye az van, hogy ez egy, ez egy bizonyos értelemben fura helyzet, mert hogy magánéletről is beszélget a politikai nyilvánosság, gyakorlatilag most már hosszú-hosszú napok óta, meg olyan közügyekről is, amikhez jelentős részt nem is értünk, mert hogy ezek az ügyészséggel, az ügyészségen és az ügyészségről szóló vagy azt érintő ügyek, ezek alapvetően szakügyek, amiket a jogászok szoktak pontosan tudni és érteni, de most mindannyian elkezdtünk mindenhez érteni ebben az országban. Mert hogy az életünkről szól, vagy legalábbis ezt mi így éljük meg. Ti jogászok ezt hogy élhetitek meg, vagy neked erről mi jut eszembe? Ja, nekem annyiban sajátos a helyzetem ebben a sztoriban, hogy valamikor én is az ügyészségen kezdtem a az egyetem elvégzése után nem voltam soha ügyész, mielőtt valami olyan állításba zsonglőrködném magam, hogy hirtelen az ügyészség nagyméletű kritikákat és helyreigazításokat ad ki. De a szakmai gyakorlatot ott végeztem, mert egyébként ez egy rendkívül jó iskola volt, amit lehet a büntetőjogról, arról, hogy hogyan működik a bűnöldözés és az igazságszolgáltatás megtanulni azt ott megtanítják. Általában úgy is kezelik az egyetemről érkezőket, hogy még diákok csak nem tudják magukról, hogy igazából most kezdődik a tanulási időszak. És tényleg elég hamar rá lehet jönni, hogy ha kellő szakmai alázattal viszonyul az ember ahhoz a hatalmas tudásanyaghoz, amit az ügyészségen átadni képesek a szakemberek és maga a szervezet, akkor nagyon meg lehet ebben edződni, és nagyon jó szakmai készségeket, rutinokat lehet elsajátítani. És én igyekeztem egyébként kellő alázattal viszonyulni, hogy tanulhassak a nagy és nagy tudású szakemberektől. És természetesen ennek a gyakorlatnak, ennek a tapasztalatnak az ismeretében az például nekem rögtön egyértelmű volt ebben a kegyelmezési ügytől egészen a Varga Judit, Magyar Péter, egykori házaspár családi ügyét is teregetni kezdő botrányt illetően, hogy bizonyos dolgok, amiket közkeletően hallunk minden nap, mert ugye hirtelen kiderült, hogy a 10 millió labdarúgó és a 10 millió büntetjogász után 10 millió eljárásjogász is van ebben az országban. <laughs> Tehát, hogy például Rogán Antal az első állítások szerint belenyúlt az iratokba és mondatokat vett ki, hogy bár ez Azoknak, akik megpróbálják a maguk számára leképezni, hogy hogyan működhet a nemzeti együttműködésnek csúfolt rendszer a mindennapokban, és Rogán Antal itt egy központ, és sokak által valószínűleg nem szeretett figura, így lehet megelőttük, hogy ott ül a, a, a szürke eminenciás minden vagy majdnem mindenható, kap egy iratsomagot, és akkor a piros tollal, vagy nem tudom, Zsukov emlékirataiból tudható, aztán ugye kék ceruzát használ, tehát, hogy valami ilyen, Eszközzel ítél, dönt arról, hogy melyik állításnak, melyik elhatározásnak mi lehet a sorsa, de ez bizonyos, hogy több szempontból, több okból nem valósulhatott meg. Az egyik az, hogy egész egyszerűen nincs értelme egy darab kinyomtatott papírlapon olyan fajta javításokat vagy instrukciókat eszközölni, amelyektől bárki azt gondolná, hogy ez meghatározza majd az eljárás további menetét, hiszen az ilyen nagysúlyú, komoly ügyekben soha nem egy darab papírlap keletkezik. Hát ott több ezer oldalnyi dokumentummal bajlódnak ügyészek, ügyvédek, bírók. Így van. Ez az egyik része, hogy ha ezt a maga papíros valóságában akarná megismerni egy az ügyben járatlan és az ilyen típusú iratok kezelését, megolvasását nem értő, nem ismerő figura, akkor rögtön elvesz már részletekben. Másrészt ugye mégiscsak 2022-23-as keletkezésű papírokról van szó, vagy 2000 20-ban indulhatott meg talán az első vizsgálata Völner -sádl ügyben. Tehát egészen biztos, hogy ezeket nem indigós papíron gépelték. Igen, azt akartam kérdezni, hogy egyáltalán bár nyilván nyomtatni lehet, de van még papír alapon mindenféle ügy, vagy számítástechnika és különböző hordozók. Már a 2018-as aktuális eljárási törvény tulajdonképpen nagyon sok mindent elektronikus irányba elmozdított elügyintézés zajlik a büntető ügyekben is, de még mindig a büntető szakasz az, ahol a legpapírosabb az ügymenet. Ettől függetlenül a papír az csak olyan segédlet vagy másodpéldány, hiszen Tehát ugye... ha a papírból kiszedek valamit, attól a számítógépen ott van. Hát természetesen. Ráadásul a... a számítógép őrzi, ha én abba belenyúltam, ezt egy számítás technikai szakember két pillanat alatt ellenőrzés látja. Szakembernek sem kell lenni, mert ezek rengeteg példányban, rengeteg helyen elérhetőek, hiszen nagyon sokan dolgoznak rajta a különböző hatóságoknál. Annál is inkább, hogyha itt egy komolyabb kihallgatásnak a leíratáról van szó, ugye nem tudjuk, soha nem hangzott el arra vonatkozó hogy egészen pontosan miféle irat vagy adat kerülhetett át illetéktelenül, ha átkerült a miniszterelnöki kabinet irodára. Hogyha ez meghallgatásnak, kihallgatásnak a leírata, tehát valami tanúvallomás, hogy egyszerűbben fogalmazok, akkor már csak azért sem lenne értelme papír alapon belenyúlni, mert az ilyen nagy súlyű ügyekben soha nem úgy a meghallgatás, kihallgatás, hogy ott ül a kihallgatott személy, aztán tőle azt gépiratként lerögzítik, amit elmond, hanem ezt egyszerre rögzítik, elektronikusan hangfelvétel készülő, és az egész eseményt szobakamerával, kép- és hangfelvevő eszközzel párhuzamosan rögzítik. Tehát minimálisan mindenből három példány van. Ennek az egyik példányon azt mondani, hogy azt nem mondta a tanú, hogy Rogán Antal nem fogja ezt a nevet eltüntetni, ha ez valaha elhangzott ebben a hipotetikus Hát meg van még egy nehézség, hogy előbb-utóbb, hogyha bírósági szakba kerül ez a dolog, lehet, hogy a tanú megáll a bíró előtt, és megint kimondja. Hát a, ennek is van egy kockázata. A, a, tanú, hogyha őnek jól megrostálták a ő, nyilatkozatát, ha ez tényleg megtörténik, akkor ezt a galátságot már csak nem meri elkövetni, hiszen itt akkor olyan emberről van. Ha csak szerintem. nem menti őt magát. Most én azt gondolom, hogy ha történhetett ilyen illetéktelen beavatkozás, amit egyébként nem tudok kizárni, de a valószínűsítésnél nagyobb mértékben nem is tudom igazolni vagy feltételezni, akkor természetesen nem egy pillanatnyi aktuális nyomozási cselekmény vagy bizonyíték lehetett az, amit bemutattak előszentesítés vagy jóváhagyással magasan elhelyezkedő elvtársnak, hanem valamiféle összefoglaló irattal tájékoztathatták az illetőt, akit nem lett volna szabad, tehát ha ez a tájékoztatás megtörtént, ez törvénysértő, még bűncselekmény is lehet önmagában, de kaphatott valamiféle Összefüggője, vezetői, összefoglaló jellegű iratot arról, hogy itt tart most az eljárás, ezek a fő irányok, bizonyítékok merültek föl, merre szabad tovább mennünk. Ilyen nem történhetne meg, de még legnagyobb valószínűség és legtöbb értelme ennek lenne. Amúgy egyébként az, hogy az eljárások további sorsáról, arról, hogy kivel szemre emelnek vádat és kivel szemben ejtik az ügyet, szüntetik meg az eljárást, mindig vezetői döntés születik. Tehát ez az ügyészi bűnüldözői munkának a teljesen normális velejárója, el kell dönteni, hogy kik azok a személyek, akikre nézve olyan keménységű, olyan minőségű bizonyítékok állnak rendelkezésre, ami a bíróságon megvédhető, kik azok, akik egy ilyen súlyú ügyben mondjuk együttműködnek, és ezért bár bizonyítható lenne a terhükre az, hogy bűncselekményt valósítottak meg mondjuk vesztegetést, vagy hűtlenkezelést, vagy hivatali visszérés, de inkább elengedik őket, mert nagyobb érdek fűződik a tőlük remélhető bizonyíték felhasználhatóságához, mint ahhoz, hogy őket magukat megbüntessék. És ez egy nagyon felelős, nehéz döntés, hiszen adott esetben olyan embereket kell elengedni, akiket még talán egy kis munkával, még egy kis beleérzéssel meg lehetne utána gyanúsítani vagy vádolni, de egy ponton ezeket a sztorikat le kell zárni, és dönteni kell, hogy hány emberrel szemben milyen bűncselekmény miatt emelnek vádat. De ezzel te most nem zárod ki azt, csak nem tartod valószínűnek, hogy ez politikai alapon megszülető döntés legyen ebben az esetben. Ezt nem tudom kizárni, mert, mert ha megvizsgáljuk azokat a Nyilvánosságra került lehallgatási meg egyéb titkos felderítésből származó anyagokat, amelyeknek a pontos eredetét nem tudjuk, tehát nem világos, hogy kiszivárogtatta, lehetett a védelem is egyébként, meg lehetett valamelyik hatóság. De érdekes módon sem az ügyészség, sem a Nemzeti Védelmi Szolgálat, sem a Belügyminisztérium eddig nem cáfolta azoknak a hitelességét. Tehát nem jött el olyannal, hogy a mi nevünkben, a mi munkánkra hivatkozva koholmányokkal és szerkesztett iratokkal, anyagokkal próbálnak hírbehozni hozni Jó, tegyük el. hozzá azt is, hogy ezt a Magyar Péter által felvett hanganyag kapcsán sem meggyőző határozottsággal állították. Igen, az egy másik történet. Én most csak arra akarok Értem, arra, még térjünk csak, vissza, hogy, vissza, csak, hogy, azért azt nem lehet mondani, hogy az ügyészség feltáró jellegű vallomást tesz ezekben az ügyekben. Ezt nem lehet állítani, de érdekes mondatok elhangzanak például a Központi Nyomozó Főügyészség vezetőjének a nem tett sajtónyilatkozatéban a sajtótájékoztatón. Én azt gondolom, hogy Sajnos történhetett. Tehát sajnos nem lehet kizárni azt, hogy az a politikai beavatkozás, amit a magyar Péter által nyilvánosságra hozott, talán 50-60 másodpercnyi beszélgetésanyag valószínűsít, mert hogy nagy a távolság a vádirat megismerhető tartalma és a titkosan rögzített bizonyítékként fel nem használt anyagok közül kiszűrődő tények között. Tehát tényleg kiáltó, hogy miért nincsen a korábbi igazságminiszter Vargi Hüdit elszámoltatva, hogy miért nem vizsgálják Tóninak, Barbarának és Ádámnak a visel dolgait. De már az most már az ugye kijelentett, hogy ugyanarra gondolnak ők is e nevek kapcsán, mint amire a közvélemény. De után. nem mondták ki a neveket. Nem. Tehát vannak olyan pozíciók, ahol valószínűleg ezeket a neveket nem szabad említeni legfeljebb. Azt szabad elismerni, hogy nem tagadják a továbbiakban, hogy tudják, hogy kiről lehet szó. Lehet, észszerű oka annak, hogy a vádirat kevesebb, mint amennyi bizonyíték van. Ez a döntés szükségképpen része minden büntetőjárásnak. A probléma ott kezdődik, ha ez egy politikai döntés. És éppen ezért érdekes megfigyelni, végig gondolni annak a hangfelvételnek a tartalmát, amit ugye Magyar Péter hozott nyilvánosságra, mert ezzel kapcsolatban egyelőre nem született olyan állítás Varga Judit, vagy az ügyészség, vagy a kormány részéről, hogy ez egy koholmány, kitaláció, valótlan tartalmú iratkozat lenne. Ugye Varga azt állítja, hogy azt állítja, hogy azt mondta, amit a Férje, volt férje hallani szeretett volna, hogy itt ilyen kényszerítő körülmények között, de nem állítva, hogy konkrét akaratot megtörő fenyegetés hatás alatt mondta volna, amit mond. Lehet, hogy ez olyan tartalom, amit Magyar Péter hallani akart, Varga meg nem akarta elmondani, de nem állítja Varga azt, hogy a volt férje kedvéért kitalált mondatokat, valótlan tartalmú mondatokat állított volna. És ha ezek a mondatok, tehát hogy... Ö, ö, Rogán Antal megismerhette az iratokat, dönthetett arról, hogy kivel szemben merre haladjon tovább az eljárás, vagy legalább instrukciót fogalmazhatott meg azáltal, hogy magukat úgymond kihúzatta. Ha ezek tényleg igaznak bizonyulnak, az bizony sajnos mind az iratok megismerését lehetővé tévő ügyészségi, mint pedig azokat megismerő minisztériumi kormány oldalon hivatali visszaélés esetleg bűnpártolás gyanúját keltik. Erről már volt szó a közéletben. Ám ezzel kapcsolatban mondtad, hogy ez kevéssé látod valószínűleg, hogy ezek a kihúzkodások megtörténtek, mert hogy értelmetlennek látnád. Nem kihúzkod, nem úgy kihúzkodások, hogy ott az irat le van benne írva, hogy valaki azt. Ö, Hanem mondhat. mondjuk a folytatás iránya. Igen, De az elképzelhető, hogy ki fog derülni egy alapos vizsgálat hatására, hogy tényleg megtörtént ez, a, ez az óhaj kifejezés a minisztérium, a miniszterelnöki környezet és a kabinettiroda részéről, és lám lám ezzel egybeeső irányba haladt, illetve torpant meg az eljárás. Tehát akikre nézve, Megfogalmazta az elképzelését a kormány, hogy nem szeretne ott vádat látni, ott nem is született vád. És ö, én tényleg bízom abban, mert most annak érdekében, hogy az ügyészség iránt ö, táplált, nem túl erős közbizalom legalább minimálisan felerősödjék, arra lenne szükség, hogy ne alibizzenek egy akár hónapokig évekig tartó vizsgálattal, amiben megint az megy, hogy akkor iratokat ellenőrzünk, meg tanukat hallgatunk, megholott napnál világosabb, hogy kikkel kellene foglalkozni. Majd a végén egy olyan lapos következtetés, hogy hát öm, Öm, valóban nem minden olyan személyen szemben történt vádemelés, akikre nézve a közérzület azt gondolná, hogy kenyeren és vizen kellene éhen halniuk három naponta a börtönben 73 éven keresztül. De ennek nem az volt az oka, hogy Rogán Antal mit óhajtott vagy mit nem óhajtott. Tehát, hogy egyszer végre le kellene vonni azt a következtetést, ha és amennyiben azok az állítások, amelyek Varba Judittól jönnek, megfelelnek a valóságnak. Én azt kérdeztem tőled, hogy ennek kapcsán neked az a személyes érzésed, ami, ami, nyilván megvan a tekintetben, hogy hirtelen, ahogy mondtad, mindenki 10 millió magyarként szakértője lesz különböző eljárásoknak, hogy, hogy ez most politika alakító és politika csináló tényezővé kezd válni, miközben a jogról beszélgetünk. Ez egy nagyon fura faramúci helyzet, mert a jog ugye követi a politikát, de nem a dolga hogy alakítsa. De most mégis valahogy úgy van. Hát a, annak a, lehet, hogy messziről fog indulni a válasz, vagy a válasz gondolatom, annak a folyamatnak, a, ami a rendszerváltoztatáshoz vezetett 88-89-90-ben, nagyon sok jogász volt a mozgatói és a megindítói között. És a, a számos elégedetlenség között az egyik az volt, hogy a jogásztársadalomnak igenis volt egy rétege, Ügyvédek is, bírók is, talán az ügyészek a legkisebb számon, akik magukra már a 70-es évektől nem úgy tekintettek, mint a politika instrumentumaira. Ugye ez a szófordulat, hogy a jog az a politika szolgáló leánya. Nyilván a nyers diktatúra és a megtorlás szakaszában a 60-as évek közepéig egyértelműen így volt, tehát nem nagyon voltak jogászi kontrollok a politikai indítatású büntető ítélkezés, a halálos ítéletek, a jogfosztások terén, de felnőtt egy olyan, olyan jogász generáció, amelyik visszanyúlt a haladó háború előtti nemes hagyományokhoz, és magára tényleg igazságot szolgáltató szereplőként és személyként tekintett, és az, hogy egyébként, és akkor itt átugrok 30-40 évet, és rögtön rátérünk a nemzeti együttműködésnek csúfolt rendszerre, az, hogy a NER nem tudja olyan mértékben leuralni a, az összes államhatalmi tényezőt, amilyen törekvései vannak, nagyon nagy részt annak köszönhető, hogy a jogászi függetlenség, mint szellem a palaszból kiszökött jó értelemben, alapjává és motorjává vált a jogállam korai felépítésének a 90-es években, és nagyon nem akaródzik egy csomó bírónak, nagyon sok ügyésznek nyilván a bűnözésben a nyomozó hatóságoknál dolgozó szakembereknek, meg számos ügyvédnek vissza kényszerülni, visszatérni ahhoz a szerephez, ahonnan a tanítómestereik, a felmenőik a ö, számukra ismert márkás jogászok már egyszer elléptek a 70-80-as es években, és megvívták a maguk lassú ö, hosszú küzdelmét annak érdekében, hogy eljöhessen a jogi rendszerváltoztatás, mm -hmm. és Természetes, hogy a jog meg a politika folyamatosan kölcsönhatásban van egymással, hát az egy másik ilyen jogászi szállóige, vagy közhatalmi szállóige, hogy a, amihez az államhatalom hozzányúl, abból jog lesz, egyszerűen úgy cselekszik, hogy minden megvillanásában jogszabályt fog képezni és alkotni, és hát tapasztaljuk, hogy a nemzeti együttműködési rendszer az nem nagyon fogja magát vissza, amikor valami eszébe jut, akkor overnight reggelre elkészül belőle a bármilyen minőségű, azonnal kiadható kormányrendelet vagy törvény, ezeket ismerjük. De ez meg tud bicsakolni ez, a, ez az elképzelés, ez a törekvés akkor, hogyha vannak olyan etikai standardok, amik jogászokból, bírókból származnak, olyan testületek, amelyek ezt fenntartják, és és nem akarják, hogy visszajöjjön az a korszak, amit egyszer már meghaladtunk. Na most, ha az derül neki, hogy bizony az ügyészség vezetése újra termelte a már meghaladottnak remélt 70-es, 80-as éveket, amikor ezt például én ö, volt főnökeimtől tanultam meg, hogy ez létezett azóta, már ez kutatható nyilvános adat, hogy volt az MSZNP központi bizottságának egy úgynevezett koordinációs bizottsága, ami a nagysúlyú igazságügyi kérdésekben döntött. Ebben részt vett a legfőbb ügyész, a legfelsőbb bíróság elnöke, a belügyminisztérium képviselője, a pártközpont különböző osztályainak a képviselője, és itt dölt el az, hogy ha a fontos eltársak, a nomenklatúra listának a felső, nem tudom, top százas kategóriába tartozott, valami bajba került, mert bűncselekményt valósított meg, ittasan vezetett, gázolt, vadászbaleset volt, csődbe vitte a gyárat már harmadjára, akkor mi legyen vele? És a végén ugye Kádár elvtárs döntötte el, hogy akkor elengedik a kezét, és egy kis meakulpázás van, vagy hát, hát elvtárs, hát mi történt? Valójában Kádárnál született meg az ítélet. Így van, ezek legalábbis az ítélkezés lehetősége. Miközben egyébként már az ilyen lehetővé tett ítélkezési sokkal garanciálisabb volt, mint, mint akár húsz évvel korábban. Na most ugye erről nem volt illő beszélni jogászi körökben sem, hogy volt egy ilyen koordinációs bizottság. Ez értelemszerűen létjogosultságát vesztette a 80-as évek legvégével, 90-től semmilyen mechanizmus nem volt. Ott álltak a bírók, ügyészek a maguk nagy szakmai szabadsága, hogy most, most, ha tudom, itt vezet a miniszter, vagy vadászban eset van, akkor nem fogja megmondani Kádár Eftás, hogy mit kell tenni és tudtak élni a lehetőséggel. Tudták, hogy mikor kell vádat emelni, és ha egy ilyen vádat megemeltek, akkor abban milyen ítéletet kell hozni. Ez Ugyanúgy azt kell mondott, vádat... hogy a 90-es évek egyfajta fajta jogalkalmazói aranykor volt? Hát gondoltam, hogy ez a kifejezés fog most jönni, hogy aranykor, de igen, a mából visszatekintve, oly sok szakmához hasonlóan az igazságszolgáltatás is a felfedezett, megélt, megszerzett, birtokolt szabadságnak a korszak. Ahogy mondjuk az újságírás is valószínűleg úgy tekint erre vissza, hogy ma már ugye, már, már tizen éve ö, a, a Láncon tartott reklámbevételek függvényében lehet vagy nem lehet szabad sajtót csinálni, miközben a 90-es években volt súlya annak, amit az újságokban megírtak, nem kellett napi szinten aggódni attól, hogy egy-egy mondat vagy állítás beírása vagy kihagyása az most azonnalosan milyen következményekkel jár. A jogászításra is erre úgy tekinthet vissza, hogy ez egyfajta gründungszeit volt, akkor kellett tartalommal kitölteni, hogy mit jelent az az alkotmányba beírt kifejezés, hogy a magyar köztársaság az független demokratikus jogállam, és ezeket az akkor üres lapokat a 90-es években sokszor hibázó, de alapvetően jó szándéktól vezetett, és sok és az esetek legnagyobb részében jó tartalmakkal töltötték fel. Sajnos volt mit ö, visszarombolnia a ner és nagyon sok mindent vissza is rombolt, mert úgy néz ki, hogy most megint nem tisztán szakmai alapokon dől el az, hogy kivel szemben emelnek vádat, és kivel szemben nem emelnek vádat, és még ha ez az állításom egyébként végül tévesnek is bizonyul, amit egyébként én remélek, mert az nagyon rossz, hogyha abban igazan van, hogy politika alapon, politikai alapon, politikai befolyástól függ az, hogy kivel szemben emelnek vádat. Tehát ha ez még nem is igazolható. A gondolat, hogy 31 nehány évvel azután, hogy ezt magunk mögött hagyni reméltük, újra megfogalmazódik, az egész igazságszolgáltató szakmának és, és hivatásnak a szégyene, hogyha az ügyészség nem tudja magáról megbízhatóan és megnyugtatóan azt kommunikálni, hogy higgyék el, becsületes munkát végzünk, azokkal szemben emelünk vádat, akikkel szemben van okunk azt gondolni, hogy a bizonyíték a bíróságon megáll, és akit mi elengedünk, azokkal szemben senkinek nem volna oka kételkedni az ártatlanságokat illetően, nincs -e helye vádemelésnek, ha ezt nem tudja magáról megnyugtatóan kommunikálni a társadalom a felé, akkor ott nagyon nagy baj van, hiszen elvész az igazságszolgáltatásba vetett bizalom. A másik, hogy ugye Varga Judittól két hangfelvételt ismerünk, az egyiket a férje készítette akaratán kívül, a másikat nagyon is akaratlagosan Hajdu Péter készítette vele a családi életéről. Jogászként ez a második is izgalmas számodra? Ad neked olyan feladatot, amin érdemes gondolkozni? A coming out az itt fog érkezni, hogy én ezt nem néztem meg, mert egyszerűen nem volt rá idő, mert olvastam róla nagyon sok és ember látta csak te. Igen, hát akkor bárki más mindenki úgy emlékszik rá, hogy látta, sőt ott volt és ő is mondta. Bárki más nálam ezek szerint autentikusabban nyilatkozhatna erről a Ja, akkor kérdezem másképp, ugye itt magánéletről van szó, itt arról van szó, hogy hogyan szenvedett a családon belüli erőszak által az igazságügyminiszter. Ami azért sok szempontból elgondolkoztató, hát ő végül is az igazságügyminiszter volt ennek az országnak. Nagyon is elgondolkodtató, és tényleg már egyszer, mintha lezajlott volna közöttünk ez a párbeszéd, hogy én a magánéleti, meg a családomból erőszakos részében nem kívánok állást foglalni. Az egyik sarokpont, ami a Transparency International Magyarország álláspontjában, gondolkodásában megnyilvánul jelen van, az az, hogy attól, mert esetleg az derül neki Magyar Péterről, akit most sokan tényleg nagy lendülettel és nagy várakozással üdvözölnek, hogy ő egy piszokfráter, aki terrorban tartotta a családot. Ha ez így van, amit nyilvánvalóan elítélünk, ha így van, bár most már egyre ellentmondásosabb, hogy valahol ebben ki is valósított meg erőszakot a másik rovására. Hiszen Magyar Pétertől is származik egy állítás, amely szerint vele szemben. Hát sőt, Varga, Judit, fizikai Varga is Judittól is akarmoztak. származik egy állítás, hogy majd biztos elő fog jönni Magyar Péter azzal, amikor ő már tehetetlen dühében mondjuk megpofozta őt mármint, hogy Varga Judit, Magyar Pétert. De ha ez a konstelláció így igaz, ettől még Rogán Antal, vagy bárki más a kormány nevében, ha illetéktelenül belenézett az ügyészségi iratokba, ráadásul még óhajokat vagy instrukciókat is megfogalmazott az eljárás további irányát illetően, az még bűncselekmény. Tehát az egyik brigantizmus nem oltja ki a másik brigantizmust. Az pedig, hogy... Ö, ö, mi is a feltételezhető motivum ennek a Vargi nyilatkozatnak a hátterében, és ez most nem arra akar állásfoglalás lenni, hogy neki volt-e joga, és ha volt joga, akkor mikor időzítettem coming out azzal, hogy családon erőszak áldozata volt, vagy bántalmazó kapcsolatban élt. Természetesen volt joga, akkor, amikor ő ezt jónak látta, ha ez így igaz, akkor öm, ennek is meg kell legyen a maga konzekvenciája. De a törekvés, vagy legalábbis a hatás, az az lesz, hogy megpróbálják, ugye, és ezt nyilvánvalóan rajtam kívül már sokan elmondták az elmúlt időszakban, megpróbálják lehúzni Magyar Péter szándékait, az általátett kijelentéseket ugyanabba a bulváros mocsárba, ahol ezek a Hajdú Péter előtt elhangzott mondatok is megjelentek. Na most ezzel az a probléma, hogy érzékelhetően a NER, illetve a Fidesz elmúlt, elmúlt évtizedes szándékai és törekvései ugyan sokfélék, de az egyik az az, hogy a politikától sokakat el akar tántorítani, el akar undorítani, mondván, hogy az mocskos, nem küzd ugye a korrupciós vádak ellen nagyon sok esetben, hanem azt mondja, hogy igen, ez vele jár, van célja annak a korrupciónak, amit ők valósítanak meg, ugye ez a nemzeti maszlaggal leöntött új tulajdonosi réteg, amelyik állítólag tulajdonos, meg nemzeti, meg burzsa, ezeket lehetne vitatni egy másik beszélgetésben. Az új nemzeti burzsa, így, így van, az diszkrét így így. és indiszkrét bája. Na most, ha ezt a Magyar Péter által hozott Felvételt, nevezzük ezt most ideiglenesen megcáfalásaik bizonyítéknak, vagy ami annak tűnik. Ha sikerül olyan közegbe helyezni, hogy hát kérem szépen ez a Magyar Péter, ez egy megbízhatatlan figura, mert ez családi terror tart, és tudom én kést tesz az asztalra, vagy legalábbis a kezébe, ki tudja milyen célból, de akkor, amikor ez a kés ott van, vagy egy olyan helyzetben, amikor akár ott is lehetne a feleségnek azt kell mondani, hogy Rogán Antal kihúzatta, tehát hogy ilyen kulcsmondatokat, hogy akkor ez egy megbízhatatlan dolog. Politikailag próbálják közéletileg lerombolni. Ez nyilván karaktergyilkosság, és én tudom, hogy már mondtam is, hogy ezt biztos sokan elmondták előttem. Ez azonban nem vesz le a cáfolatig annak az anyagnak az értékéből és megbízhatóságból, amit Magyar Péter hozott nyilván. Ugye abban is vannak még olyan dolgok, amikről nem beszéltünk. Tehát azt mondja Vargyőri itt azon a felvételen, hogy Völner Pált fél évvel korábban figyelmeztették, hogy Sadló Györgyöt hagyja, mert hogy figyelik őket. Hát mondjuk ez furcsa, ha tényleg fél évvel korábban figyelmeztették, mert akkor Völner Pál, aki nyilván nem lehet igazán nagyon eszes és okos ember, ha igazságügyi államtitkárként olyan ügybe keveredett, amiről az ügyészség azt gondolja, mert a bíróság előtt már az ügyészség is csak gondol és állít, azt gondolja az ügyészség, hogy az vesztegetést, meg minden egyéb korrupciós bűnség mint valósított meg. Ilyet általában urhatnám buta emberek szoktak elkövetni, akik azt gondolják, hogy ők érinthetetlenek. Ha fél éve tudta, hogy figyelik, és mégis változatlanul vitte tovább ezt a gyakorlatot, akkor tényleg nagyon buta lehetett. A, a mértékadónak tűnő, vagy legalábbis elfogadható beszések szerint néhány nappal a lekapcsolás előtt már tudta, hogy mi van, és állítólag a hangfelvételekből tapinthatóan, érzékelhetően, vagy kikövetkeztethetően, ott változott is ö, a, az együttműködés. Nem reagált, Körülön. nem ment de, de, ennek változóra. lehet ezer oka, ezt nem tudjuk pontosan. É, é, nem átvéve a kérdező szerepét, én szeretnék még a Varga családi erőszakszálhoz visszaknyerodni, mert annak van egy további lényeges összetevő, amit eddig a Transparency International Magyarország legalábbis nem hangoztatott, de ahogy ugye te is mondtad a kérdésedben, vagy felvetésebben, hogy ugye ő az igazságminiszter volt, tehát nem egy alföldi bokrostanyában, vagy egy borsodi zsákfalúban vagy egy végletesen kiszolgáltatott személy, és persze tudjuk, hogy a családi erőszak az olyan, hogy adott esetben egy nagyhatalmú személynek még nehezebb is segítséget kérni, mint annak, akinek nincsen befolyása vagy hatalma, hiszen ugye ő nem ahhoz van szokva, hogy segítséget kell kérjen, hiszen ő maga a hatalom forrása. De ha mind az igaz, amit erről a sztoriról most már persze a szokásos megbondó emberek megmondanak, tehát például Bajer Zsolt is tudott róla tíz éve, akkor ez valami elképesztően cínikus és velejéig romlott belső közeget nyit meg előttünk a Fidesz belevilágában, hiszen ha tudták, akkor miért nem próbál senki segíteni vagy intézkedni? Ha tudták, hogy ez egy ilyen közeg, ez egy ilyen család, akkor miért, miért kellett őket politikailag kiemelni? És most akkor Magyar Péterrel kapcsolatban melyik narratíva lesz az igaz? Ő egy Nerista Sejen fiú, akinek semmi önálló tehetsége nincsen, csak fölemelte a szerencse hullám a magas pozíciókban, amelyeket jól fizetnek, de hát a nerben, mint tudjuk, ugye mindenki a képessége és a tehetsége szerint jut előre, annyi vagy, amennyit érsz, amennyit megkeresel. Tehát a ner most akkor elismeri magáról, hogy házastási jogon valakiből csináltak jól kereső cégvezetőt, mert most éppen ez az érdekük, korábban tévedtek, vagy éppen most hazudnak, és Magyar Péter egy tehetséges, csak az alkalomra váró és arra rászoruló figura, akinek kapóra jött, hogy megírt a lehetőség előtte, de egyébként a tehetsége indokolta, hogy ott volt, ahol volt. Tehát ezzel az egész állításhalmazal az a probléma, Hogyha igaznak is fogadjuk el két egykori házastárs egymásra vonatkozó állításét, melyek szerint ez tényleg egy bántalmazó, legalábbis nagyon kemény helyzeteket eredményező kapcsolat volt, arra akkor sincsen magyarázat, hogy a kormányálláspont, ami most Varga Judit ex-minisztertől és ex-feleségtől hangzik el, mikor hazudott, akkor, amikor Megkreálták magyar Pétert, és belőle egy csomó cégben vezető, hiszen alkalmatlan volt rá a jelen állítás szerint, vagy most hazudik, és ez az állítás, hogy alkalmatlan és csak a felesége jogán ment előre, kizárólag a karakterrombolásnak a része. Ez egyik sem hangzik sokkal jobban, de egy fokkal az első, tehát az, hogy egy alkalmatlan embert a felesége különböző pozíciókba helyezett, az már kocsis Máté által kimondott. Tehát ez utóbbit pedig folyamatosan halljuk, látjuk, mind a két állítás jelen van. Hát akkor viszont ránk van bízva. Lehet, Melyiket hogy elhinni. Lehet, hogy most kellene majd a Transparency International Magyarországnak levelet írni a kormány részéről, hogy kérjük, hogy vizsgálják felül a kinevezéseket úgy általában, és aki még házastársi jogon, de alkalmatlanként pozícióban van, azokat távolítsák el onnan. Hiszen Ezeket ugye... a leveleket gondolom te szoktad írni jobbára, úgyhogy hajrá, <síns> <síns> meg tudod tenni. Egy dolog eszembe jutott viszont, amiről nem szoktunk ma már beszélni, amikor indult ez az ügy akkor volt egy videófelvétel, amiről maga az ügyészség közölte, hogy azt ő megsemmisítette. Személyiségi jogokra hivatkozva. Mi Sadrúl György páncélszekrényében volt, és a városi plegykák szerint különféle politikusok, különféle két politikus és egy hölgy volt azon a videófelvételen. Az akkor óriási botrány volt két napig, hogy ezt hogy lehet, hogy nem csatolták az anyaghoz, hanem megsemmisítették. Ez hogy van ilyenkor? Ezzel az egész ügyjel az az egyik probléma, hogy persze túl azon, hogy most elviccelődünk a 10 millió büntet hozzáértésén, nyilván az emberekben, a polgárokban van egyfajta teljesen értelmes, teljesen érthető, ösztönös vágy arra, hogy azt az irritáló, pökhendi, arrogáns magatartást, ami a kormány számos szereplője részéről tapasztalható, ami iszonyatos, kivagyi, mutogatott gazdagodásban is megnyilvánul, azt valahol ilyen tetemre hívás jelleggel lássa megbűnhődni. Tehát, hogy az nem lehet, hogy valaki, aki világ életében a politikából élt, tehát nem végzett termelőtevékenységet, az büntetlenül Megmagyarázható, elfogadható okból gazdagodjon meg, és mindent mindig megúszson. És persze az ilyen emberekről azt gondoljuk, mert ez a komfortzónánkba, meg a képzeletvilágunkba beleillik, hogy nyilván minden fronton erkölcsterelnek, tehát hogyha a hatalmukkal visszaélnek és a közvagyonát meglopják, akkor természetesen a házasságukban is szédelő magatartást tanúsítanak. Sőt, egyébként őket tetten lehet érni ilyen esti északi összejöveteleken, mert, mert egy ébren töltött nap végén sem mennek haza fáradtan, hanem ugye összegyűlnek egy étterembe, ami nagyon drága, és, és ott történnek meg a döntéshozatalok, mert így látjuk a filmeken is, hogy ugye ők az éjszakai élet részei éjszaka nem alszanak, hanem étteremekben összeesküsznek. Ezt a valóság nem mindig tudja visszaigazolni. Én természetesen egyáltalán nem tudom, hogy volt-e, és ha igen, milyen tartalmú kép hang, Sárul Györgynek Emlékszel a páncél el A sztorira emlékszem. A kérdés az, hogy mi a fenér kellett azt megsemmisíteni. Hát. Mert hogyha olyan információra bukkannak a nyomozás vagy a nyomozást megelőző okfeltáró, tényfeltáró, felderítő munka során, ami az ügyel nem függ össze, és hát egyébként a ö, nyomozói bűnüldöző munkának éppen az az egyik nehézség, hogy az információk zöme az irreleváns, az tényleg nem függ össze a bizonyítani kívánt magatartással vagy a célszeméllyel. Tehát, ha ilyen információ kerül elő, annak a birtokolására, birtokban tartására valóban nincsen jogi oka meg alapja a hatóságnak. Tehát ami nem függ össze az ügyel, amit nem akar a bíróság felhasználni, azt neki nem szabad birtokolnia. A lefoglal dolgot ki kell adnia annak, aki a törvény aki a törvény azt illeti, a, az olyan adatot... Itt azért ez elég na, és ez a probléma itt, azt az adatot, ami például személyes adatot, egy, lefoglal, egy lehallgatási jegyzőkönyv, ami belekerül az ügyiratokba, de nem fogják felhasználni, azt, azt törölni kell. Na most találnak egy páncélszekrényben valamit, kérdés, hogy Sárul György, aki ugye nem egy szép figurája ennek a sztorinak, hosszan letartóztatásban is ül, és hogyha ugye hinni lehet az ügyészségi elképzeléseknek, akkor hosszú börtönével fognak majd rá kinézni. Ettől még egy csomó joga van. Joga van olyan dolgot birtokolni, ami egyébként a terhére rót bűncselekménnyel bizonyíték szintjén nem függ össze, tehát nem fogják lefoglalást követően az bizonyítékként csatolni, másokra viszont kellemetlen a tartalma. Tehát a kérdés nem az, hogy miért nem használták fel, mert lehet, hogy olyan információ volt rajta, ami tényleg teljesen irreleváns a, a vesztegetési korrupciós ügy szempontjából. Nem tudom, hogyha valakinek a házasságon kívüli vagy egyéb okból rejteni, titkolni kívánt szexuális kapcsolatára utaló aktus tartalmaz ez a felvétel, tehát olyan, mint a Borkai Zsolt féle hajótúra az Adrián, akkor ez nyilván ciki meg kellemetlen, de még önmagában nem jogsértő. Tehát nem tudjuk, hogy milyennek a megsemmisített felvételnek a keletkezés története, hogy ez egyébként önmagában bűncselekmény lett volna, mert ha ez egy kifürkészett helyzet volt, akkor ez ugye magántitok sértés, és azt önmagában lehet üldözni. Az egy más kérdés, hogy az ügyészségnek ez nem feltétlenül van joga, mert hogy magánindítványra kell megindítani az eljárást. De az, hogy megsemmisítették, az ugye azt a gyanút kelti, hogy hát kimentette ezzel valakiket az ügyészség, és a megsemmisítés okán helyrehozhatatlan, visszafordíthatatlan állapotot teremtett, mert az a néhány ember, aki látta a felület, igen, az bizonyítani valamit, de most már csak mi emlékszünk rá, nincs itt mit keresni sajnos. Ha már említetted Borkait, héttel, másfél héttel ezelőtt volt szerencsém találkozni vele a stúdióban, és ott azt fejtegette elég hosszan és nagyon magabiztosan, hogy egy politikusnak is van magánélete, és annak semmi köze nincsen a politikai mikéntjéhez. A politikus is tud magánember lenni, ezt tessék szíveskedni, tudomásul venni. Ebben sok igazság van, mondjuk van ezzel ellentétes iránymutató bírógyakorlat is. Ezt kérdezni, hogy ezt nem feltétlenül és mindig fogadja el a jog. Hát, most persze nem szeretném ezt az önmagában is izgalmas szállat abba az irányba elvinni, hogy akkor elkezdek idézni bírósági ítéletekből, de tény, hogy amikor a karaktergyilkosság az, az országos bírói tanács korábbi már nem regnáló tagjai egy ideig elnöke Matusik Tamás ellen irányult, akkor a fővárosi ítélőtábla egy ítéletében végül is azt mondta, hogy a bírónak a, magánéletében, a magántevékenységét illetően megnyilvánuló súlyos adott esetben nem igazolható, tehát valótlan kritikát is tűrnie kell, mert a bíró az mindig bíró. És vannak jogi okok amellett, hogy ezt a hozzáállást, ezt a jogi megközelítést el lehet fogadni. Ebben a konkrét matusik féle esetben én ezt nem osztom, viszont ugye Borkai Zsolt esetében sem az az izgalmas, ha a bulvár részét elfelejtjük, hogy ő Egyébként ugye bort ivott és vizet prédikált, mert ilyen viszonylag kenetteljes, ugye? Ilyen, ilyen kenetteljes hangvétellel nyomta polgármesterként és polgármester jelöltként ezt a családi szentség dumát, amit azért próbálok most ilyen degradáló kifejezésekkel leírni, mert hát ugye kiderült, hogy közben ő maga nem tekintette a családot olyan szentnek, de ez legyen az ő baja, és intézze el a saját családtagjaival. A probléma azon a felvételen nem az volt, hogy most láttuk-e az ő tomporát fedetlenül, hanem hogy nem is nagyon tagadják, hogy az a jacht olyan pénzből származott már, mint az egész útnak a költségeit anyagokkal, lányokkal, mindegymással, hajóval együtt olyan ügyletből finanszírozták, ami feltehetően nagyon nagy mértékben megkárosította a a korábbi győrkörnyéki környéki föltulajdonosokat. Abban az ügyben nem a szexuális, hanem a hűtlenkezelő részében a Transparency International Magyarország is tett feljelentést, még nyomozás is indult. Egyszer engem még meg is hallgattak tanúként a Nemzeti Nyomozó Irodán, megerősítettem azt, amit leírtam ugye a feljelentésben, és végül aztán megszüntették a nyomozást ugye a szélárnyékban, és ez a sztoria arról szól, hogy az Audi gyárat bővített az eredetileg kinézett gönnyű szabad kikötő helyszín helyett a meglévő gyár tőszomszédságában lévő néhány tucat hektár területet vásároltak össze, és, és hogy itt fölmerült egy hűtlenkezelés szár, vagy egy bizalmas információ szivárogtatása, mert rákosfavi Zoltán volt az az ügyvéd, aki a város megbízásából a földeket lehet, hogy itt tévedek, nem tudom, hogy kinek a megbízása, de elkezdte a földeket, ami kis nadrászi parcellák voltak, összevásárolni, és, és hát nyilván olcsóban vette meg, mint ami ért, lehetett, mert az az információ az eredeti tulajdonosokhoz nem került igen, el. Ez volt az hogy, Audi hogy, földügy, ezt igen. így kezeltük, így neveztük akkor. Na igen. most az Audi földügynek az volt az érdekessége a nyomozás megszüntetés során, hogy egy nagyon egyszerű és teljesen szabályos számviteli megoldást alkalmaztak, az Audi nem földet vett, és nem is, a, a földeket, az Audi az Audi által később gyárépítése megszerzett földeket egy projektcégbe vitték be, és az Audi nem is megvette ezt a projektcéget, hanem a projektcég beolvadt az Audi Hungária, Magyarország Audi Kft-be. A beolvadás az egy nullás ügylet, abban nincsen e, vagyoni értékcsere. Mm -hmm. Az átvevő cég, amikbe beolvadnak, az átveszi a beolvadó céget, nem és megveszi. És azt lehetett mondani, hogy nem történt itt semmi. Hogy nem történt Na pénzmozgás. Egy egész borkai dolgot egyébként igazán azért osztam fel, mert most itt vagyunk, dobálózó nevekkel, Magyar Péterével, Varga téval Rogán Antaléval, Sadrulléval és mindenkivel, aki itt szóba került ebben az egész történetben. És ennek is vannak olyan elemei, amiket simán azt lehet mondani, hogy mi közünk van nekünk ehhez, hát ez magánügy. A magánélet. Miközben egy miniszterről beszélünk, aki aktív miniszteri éveiben ezek szerint mindvégig egy olyan helyzetben volt, amiben lett volna a jognak is adott esetben az ő állítása szerint tennivalója, és ő volt az igazságügyminiszter. Van az igazságügyminiszternek olyan magánélete, ez, mondjuk az őt biztosító testőrségnek semmi köze nincsen? Ah, most fo onnan induljunk és azt szögezzük le, és ez nem kampánymondat, mert a Transparency International Magyarország ezzel a témával sosem kampányol, hogy a családon belüli erőszak, mint az erőszak egyetlen más formája sem, soha nem magánügy. A családon belüli erőszak az mindig közügy. Mert a hatóságuknak abban segítenie kell, a társadalom az nem fordíthatja el a fejét. A másik nagy tanulság meg tapasztalás az az, hogy nagyon sok olyan erőszakos élethelyzet van, ahol az áldozati és elkövetői szerepek gyakran cserélődnek és átjárhatóak. A fiatalok közötti erőszak, a kortárs agresszió az tipikusan ilyen, amikor egyik nap valaki adja, a másik nap megkapja a csapásokat. És a családi erőszak sem egy teljesen statikus helyzet. Az tehát mindenképpen közügy, hogyha Magyarország egyik minisztere az családon belüli erőszakos bántalmazó kapcsolatban, élethelyzetben élt. Mert nem tudhatjuk, hogy ez mennyiben motiválta, ha motiválta a miniszteri döntését. Ugye ráolvassák Vargi az isztambuli egyezménnyel kapcsolatos nagyon durván politikusi kijelentéseit, politikai megvillanásét, hogy az ugye ö, balos hiszti, és nincsen arra szükség. Meg hát, hát mondta, hogy a családon belül ez a kérdése megoldott, hát a magyar nőknek nincs mitől félni. Így van, ezt tudjuk. De sajnos valószínűleg ezen nem szabad nekünk élszelődni, mert hogy ez egy ténylegesen bántalmazó, erőszakos élethelyzet lehetett. Vagy megint azt kell feltételezni, hogy most állt ki szintiszt a hazugsággal az egykori ez sem feltételez róla túl sok jót. Az engem azonban sokkal jobban érdekel ebben a szűkemet családom erőszakos történetben, hogyha ö, ő neki, mármint mint volt személyi biztosítása. Ez nem kötelező, hogy így legyen, de lehetett. Az igazságügyminiszter az a külön rendelkezésünk nem tartozik a önmagában automatikusan a kiemelten védett személyek közé. Egy konkrét közlésből és az azt megerősítő válaszból, ugye Magyar a válaszából tudjuk, hogy az adott estén, ami igen. az inkriminált este volt, volt. Igen, tehát hogy a, ha, ha huzamosabb idei jelen volt ö, személybiztosító csapat a Varga-Magyar házaspár életében. Ez ugye mindig egy nagyon beavatkozó helyzet, amikor személybiztosítás van, meg testőrökkel kell együtt élni, mozogni, hát ahogy mondom is, együtt élni. Az azt jelenti, hogy ők sok mindent látnak, amit nem biztos, hogy akarnak látni. De rendőrökről van szó, akiknek a törvény szerint intézkedési kötelezettségük van, ők nem fordíthatják el a fejüket akkor, amikor erőszak tanúi ez a különbség az átlagpolgár meg a rendőr között. Hogy a rendőrt megvédi a törvény, ha a rendőrt megpofozzák, az nagyon súlyos bűncselekmény, és azt nagyon keményen meg kell büntetni. De azért kapja ezt a védelmet a rendőr, mert neki akár az élete kockáztatása árán is teljesítenie kell a hivatási kötelezettségét, például a bűncselekmény áldozatát menteni, védenie kell. Vagy mondjuk a természeti katasztrófa esemény hasonló veszélyeztetett áldozatát. Most nyilvánvalóan a rendőr Okos, mert tudja, hogy ahol kiabálnak, ott neki nem kell beavatkozni, nem kell állásfoglalnia, foglalnia, de amikor már ez tetlegességig fajul, akárki a tetlegességnek az elkövető és az elszeműje, akkor neki fel kell lépnie. Ha igaz, hogy Magyar Péter rázárta az ajtót Varga Juditra, akkor a személy szabadság megsértése. Ráadásul, hogyha ehhez csatlakozott valami olyan elképzés, hogy azért csukja be, hogy ne tudja a hivatali feladatát teljesítve kötelezettségét ellátni egy, nem tudom, gála vagy valami rendezvényen, akkor ez még aljas indokból is van elkövethető. Tehát ez nem egy hétköznapi helyzet, hogy a gyereket szobafogságra ítélem, már az sem szabad egyébként. Na most, ha ez megtörtént, akkor a ha ezt nem észrelte a személybiztosító, akkor óriási szakmai hibát vétett. Ha észrelte is és nem lépett, akkor meg elmulasztotta a beavatkozási kötelezettségét. Tehát valahol ez egy olyan kígyó, aminek a hossza a fejétől a farkáig nem ugyanakkor, mint a farkától a fejéig. Ez a sztori így nem kerek, de bízunk abban, hogy ennek is vannak még esetleg olyan összetevői, ami vizsgálta a családi erőszak, általában olyan, amit nagyon nehéz évekkel utólag rekonstruálni, hogy ott most elcsattant-e az a pofon, vagy nem tudom, falhoz lögték-e azt a házastársat, az már nem vizsgálható lát lehet arról, hogy öt évvel ezelőtt megütött, nem vehető fel. Ugye szemben a um, Rogán Antalnak tulajdonított állítólagos um, nyomozási beavatkozással, ami rekonstruálható, az megnézhető, ott emberek kihallgathatóak. Um, nyilván itt is megvan az a trükk, amivel ki lehet bújni a gyanút meg a vádakaról, reméljük, hogy ennél szemfülesebb lesz az ügyészség. Az a helyzet, hogy... Sok választ kaptunk tőled, köszönjük, és ettől nem lett kevesebb a kérdésünk. Hmm. De valójában ezt is köszönjük. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Ligeti Miklós volt a vendégünk, a Transparency International jogi igazgatója. Köszönöm szépen, és köszönöm önöknek is a figyelmet. A húzós tudják, mindig ugyanabban az időpontban jelenik meg a YouTube-on, és meghallgathatják a Spirit fm is a hangváltozatát. Viszontlátásra!